A pedagógusokat köszöntötték Devecserben. A megjelenteket Barát Szilvia, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház munkatársa köszöntötte, majd megragadva az alkalmat bemutatta az intézmény novemberben kinevezett új igazgatóját, Füstö Zsuzsannát. A bevezetőt követően Ferenczi Gábor polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy bár nem piros betűvel íródik a naptárban ez az alkalom, mégis az egyik legkedvesebb ünnep, hiszen a pedagógus nap alkalmából van lehetőség arra, hogy különös figyelmet fordíthassunk azokra, akik a jövő nemzedékét tanítják, oktatják, nevelik. Tisztelt jelenlévők! Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat Devecserváros önkormányzata, képviselőtestülete, valamint hivatalunk munkatársai nevében ezen a jeles eseményen. Nem készültem cifra, sem pedig tűzgyújtó beszéddel, de számomra bár a naptárban ez az alkalom nem piros betűvel íródik, mégis az egyik legkedvesebb ünnep, hiszen a pedagógus nap alkalmából van lehetőségünk arra, hogy különös figyelmet fordíthassunk azokra, akik a jövő nemzedékét tanítják, oktatják, nevelik. Kedves kollégák, engedjétek meg, hogy így szólítsam önöket, így szólíthassalak benneteket, tekintettel arra, hogy jó magamnak is része volt ennek a szakmának, ennek a hivatásnak a gyakorlásában, a pedagógusi pálya gyakorlásában, tekintettel arra, hogy több mint egy évtizeden keresztül én magam is a katedrán állhattam. Nyilván ez az oka annak, hogy számomra rendkívül kedves ez az alkalom. Mert mind a mellett egyébként, hogy arra azt gondolom, hogy születni kell, hogy valaki a pedagógusi pályát megfelelő színvonalon gyakorolni tudja. Átérzem egyébként a kedves kollégáknak azokat a hétköznapi gondjait is, amelyel meg kell birkózniuk a mindennapokban. Jó magam hiszek az eleve elrendelésben abban, hogy a Jóisten mindenkinek olyan sorsot szánt, olyan életpályát ajándékozott, amelyel környezete, közössége, illetve tágabb értelemben az egész társadalom hasznára lehet. Ugyanakkor nagyon fontos kiemelni, hogy minden ember függetlenül a képességeitől, készségeitől egyaránt fontos, és a pedagógusoknak alapvetően ezt kell megérteniük, illetve ebbe az élethelyzetbe kell belehelyezkedniük, hogy másként kell fordulni egy olyan gyermekhez, akinek több segítségre van szüksége, másként kell kezelni egy olyan gyermeket, aki bármilyen irányban tehetséges, illetve másként kell kezelni azokat a tanulókat, azokat a gyermekeket, akiknek vannak bizonyos gondjaik, adott esetben a viselkedéssel, a beilleszkedéssel. A pedagógus pálya rendkívül sokrétű. Csak néhány képkockát lehet feleveníteni egy ilyen alkalommal, azzal kapcsolatban, hogy miről is szól ez a hivatás. Minden esetre néhány olyan értéket szeretnék kiemelni, amelyek a pedagógus pálya gyakorlása során mindenképpen fontosak. Legyen szó akár egy óvónéniről, egy dajkáról, egy tanítóról, vagy egy tanárról. És természetesen függetlenül attól, hogy mely korosztályt tanítja, neveli a pedagógus. Ezek az értékek azt gondolom, hogy mindenképpen a szociális érzékenység, az empátia, és amit pedig legfőképpen ki szeretnék emelni, az pedig az őszinte szeretet. És ha úgy gondoljuk mindannyian, hogy a gyermekek egyformán fontosak számunkra, mert minden ember egyformán fontos, akkor az őszinte szeretet tud segíteni abban, hogy a gyengébb képességű tanulóból is ember, nagybetűs ember tudjon válni. Azt gondolom ugyanakkor, hogy ez az alkalom, a pedagógus nap lehetőséget ad arra is, hogy erkölcsi megbecsülésünket kifejezzük azok iránt, akik a pedagógus pályát nem csupán szakmaként, hanem hivatásként élik meg. Hivatásként,
hiszen akár csak egy orvos, aki nem küldi el a beteget, hogyha véget ér a rendelési idő, és segít neki, hogyha bajban van, a pedagógushoz is fordulhat egy gyermek, egy tanuló munkaidő után is, teheti ezt ugyanúgy a szülő. A pedagógus pálya lényegében egy egésznapos szolgálat. Én ehhez a szolgálathoz szeretnék mindannyiunknak Gárdonyi Géza gondolataival a továbbiakban is nagyon sok erőt, kitartást és legfőképpen jó egészséget kívánni. Gárdonyi Géza, aki városunkban 1882-84-ig tanított, úgy fogalmaz, hogy a tanító olyan, mint a lámpás, amely minél inkább világít másoknak, annál inkább fogyasztja önmagát. Mert a pedagógus átadja önmagát, átadja a tudását, átadja a szeretetét, és közben az életét, az egész munkásságát áldozza a tanulókra, a gyermekekre. Ehhez kívánok önöknek a továbbiakban is a legjobbakat. Köszönöm szépen! A köszöntő beszédet követően a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házáltal összeállított műsort tekinthették meg a jelenlévők. Bakos Réka, Bakos Noémi és Bakos Petra előadásában az Alkonya című film zenéje csendült fel, Belényesi Barnabás gitárjátékkal szórakoztatta a közönséget. Dávid Eszter, Váci Mihály, Ha érdemes, ha nem című versét szavalta el. Thank you.
Érdemes, ha nem. Ma sem volt könnyű élni. Nem lesz könnyű sosem. De érdemes volt. És mindig érdemes lesz. Hiszem. Nehéz. És el kell fogadni, ki szemben áll velünk, és azokat elviselni, kikkel menetelünk. Ütésük úgy eltűrni, hogy meg se tántorodj. A túloldal ne lássa, mint hull szét táborod. Emelni, vinni vállon, ki gyenges, már kidől, s mert rá is jut erődből, lefödne, úgy gyűlöl. Naponként mosolyogni kínban azok között, kik összefenik szemük egy jó szavad mögött. Menni velük, már régen nem értük, csak azért, mert e sereg iránya valami célt ígért. Velük és ellenükre annyi közt egyedül vívni mégis azért, mi csak együtt sikerül. Mindez ma sem volt könnyű, és nem lesz könnyű sosem. De törvény, s vállalt sors ez. Ha érdemes, ha nem. Ismét gitárjáték következik, kortárs és zenei költemények Fátyol és úton címmel, előadja Belényesi Barnabás, fogadják szeretettel. Thank you.
A rendezvény végén a polgármester úr bonbonnal köszöntötte a megjelent pedagógusokat. Egy japán közmondással búcsúzom önöktől. Egy remek tanárral eltöltött egyetlen nap többet ér, mint ezernyi szolgalmas tanulás. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. A nyárra jó egészséget és tartalmas kikapcsolódást kívánok önöknek az önkormányzat és az intézmény dolgozói nevében.